Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt. Hívjátok ide! Oda szóltak a vaknak. Bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte. Mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt felelte. Mester, hogy lássak. Jézus erre így szólt hozzá. Menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, nagyon megérintette a szívemet ez a szép részlet a zsidókhoz írt levélből, hogy Jézus a mi főpapunk, és magértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik. Jézus magértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik. Azt látjuk az evangéliumban, hogy egy nagyon különös jelenet játszódik le. Jézus, aki már egy jó ideje tanít, gyógyít, csodákat tesz, elhalad egy vak mellett, aki kiabál, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És a Jézus közelében lévő nem vak, nem béna, hanem mondhatjuk átlag emberek, azt mondják ennek a vaknak, hogy nem befogod a szádat. Mondhatnám ezt csúnyában is, de el tudjuk képzelni. Döbbenetes ez az érzéketlenség, ami azokban az emberekben volt, akik pedig már valószínűleg jó ideje követték Jézust. Az érzéketlenség az egyik legnagyobb bűn. Előkerül ez a Szentírásban is, de később az egyház atyák is beszélnek erről, hogy az érzéketlenség a pogányok legnagyobb bűne. Az érzéketlenség azt jelenti, hogy olyan durvák vagyunk, és nem vesszük észre, ami ott van az orrunk előtt. Az evangélium lapjain találunk egy történetet, amikor Jézus csodát tesz, kenyeret szaporít, aztán vízen jár, elképesztő, döbbenetes dolgok. Ezt látják az apostolok, vele együtt utaznak a bárkában, és az van ideírva a Márk evangélium 6. fejezet
52. vers. Nem okultak ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen volt. Tehát látták a kenyérszaporítás csodáját, látták Jézus viszonyjárását, azt, ahogy lecsendesíti a vihart, de a szívüket fogságban tartotta az érzéketlenség. Ez egyfajta lelki vakság. A törvénytudók, a farizeusok hasonló betegségben szenvedtek, amikor Jézus meggyógyított egy vakot, a János evangélium elbeszélése szerint ez a 9. fejezetben van, és utána nagy vita támad a törvénytudók között, hogy Jézus miért szombaton gyógyított, szőrszálhasogató, akadékoskodó ellenközés zajlik, és utána Jézus beszélget egy picit ezekkel a törvénytudókkal, ez a János evangélium 9.39, ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. A farizeusok közül, akik vele voltak, néhányan hallották ezt, és azt mondták neki, csak nem vagyunk mi is vakok. Jézus ezt válaszolta. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok most, látunk, ezért megmarad a bűnötök. Tehát van itt egy paradoxon, az, aki fizikailag lát, lelkileg nem lát és vak. Tehát miben voltak vakok a Jézus körül lévő emberek? Mi volt az ő érzéketlenségüknek a lényege? Az, hogy nem látták Jézus tetteinek a motivációját. Jézus azért tett csodákat, mert magasodott a szíve az emberekön. Azért cselekedett jót, mert az ő szívében ez volt az első indulat, hogy megértő volt a tudatlanokkal és a tévehegőkkel. Hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik, magára vette a mi emberségünket. Magára vette az emberi természetnek a törékenységét. És átérezte, hogy mit élnek át a tévehegők és a tudatlanok. Ahogy mondja Szent Pál is a szeretett himnuszban, tükör által homályosan látunk, töredékos az ismeretünk, töredékos a tudásunk, töredékos a profétálásunk. Nem azzal van a baj, hogyha valaki gyönge, tévelgő és tudatlan. Azzal van a baj, ha valaki nem látja be, hogy ő ebben van. A gőgös emberekkel van a baj. A kevélyekkel, a képmutatókkal. Azokkal, akik azt gondolják magukról, hogy ők látnak, hogy ők igazak. Bármilyen megdöbbentő is lesz ez, amit most mondok, de akamat teszem rá, hogy így van. Papok, püspökök, templomba járó hívők között van a legtöbb képmutató ember. Köztünk, akik most itt vagyunk. Mert elítéljük azokat, akik nincsenek itt. Eljövünk a templomba, imádkozunk, és ma kísért bennünket az a gondolat, és nem csak kísértés, hanem úgy igent is mondunk a szívünkben erre a gondolatra, hogy hát én azért igaz ember vagyok. A többiek a faluba otthon ülnek, nézik a tévét, ebédet főznek, vagy éppen dolgoznak, vagy szépítgetik a házukat, vagy családjukkal vannak, de én igaz vagyok, én eljöttem imádkozni. Rögtön belepakodik a szívünkbe az ítélkezés, a képmutatás, a gőg, amire azt mondja Péter apostol, első levél, 5. fejezet, 5. vers, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad. A kevésség együtt jár egy lelki vaksággal,
amikor magamat a másiknál jobbnak tartom. Ez engem is rengetegszor megkísért, és rengetegszor beleesek ebbe. Nem akarok rátok mutogatni, én tudom, hogy magamról beszélek. És amikor észreveszem, akkor rettentően zavar, és Uram Jézus Krisztus, már magint ítélkező voltam, már magint képmutató voltam. Hogy imádkozott a farizeus a templomban? Ott állt elő, fölnézett az Úrra, és azt mondta, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan bűnös, mint ott hátul a templomban az a vámos, aki mindenféle paráznámbar. Én sok jót töszök, adományokat adok. A vallásos embereket kísérti ez nagyon. Ugye ez a tékozló fiú bátyjának a története. A tékozló fiú történetét általában csak arra szoktuk kihagyozni, hogy ugye a kisebbik fiú viszi magával a lóvét, és szétszórja a távoli országban, és élvezi az életet Las Vegasban. És aztán, amikor elfogy minden, és majdnem éhen hal a disznók vájójánál, akkor hazajön, mert tudja, hogy az apjánál még a szolgák se halnak éhen, azok is kapnak rendesen enni, és próbál bekéreckedni a szolgák közé. És döbbenetesen tapasztalja az apja irgalmas szeretetét, hogy fiam, nem a szolgák közé vöszlek vissza, hanem ti az én fiam vagy, és szeretlek, és megbocsátok neked. De ott van a történetben az idősebb fiú, aki otthon volt mindvégig, szorgalmasan dolgozott. De amikor hallja, hogy a testvére hazajött és túlélte ezt a nagy csámborgást, akkor elítéli a szívében a bűnbánó öccsét. És magáról azt mondja, hogy én mindig így szolgáltam, úgy szolgáltam. Hányszor hallottam ilyet, és láttam ilyet templomba járóktól, hogy én ilyen templomba járó voltam egész életemben, mindig ott voltam, most meg életem végére beteg lettem, a Jóisten elhagyott. Én láttam ilyet a kórházban, hogy mentem áldoztatni a betegeket, és egy néni ezt így odavágta a fejemhez, és elfordította az arcát, és mondta, hogy neki ez többet nem kell. Döbbenetes. A gőg megkeményítette a szívét. Jézus azt mondja, hogy ő magértő a tudatlanok és a tévelygők iránt, de nem együttérző a gőgösökkel. A gőgösöknek ellenáll és elutasítja őket. Milyen keményen beszélt ezekkel a törvénytudókkal. Azt mondja, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ti azonban azt mondjátok magatokról, hogy láttok, ezért megmarad a bűnötök. Jézus ellenáll és elutasítja a képmutató embereket. Azt hiszem, azzal kezdődik a gyógyulásunk, ami valamennyire azért hála Istennek elkezdett velem megtörténni, tehát nem akarom teljesen a sárba tiporni magamat, hiszen Isten a bűnösöket visszafogadja, és Isten azt szeretné, hogy mi szégyen nélkül jöjjünk elé. Tehát irgalmat nyert bűnösökként. Nem önmarcangoló bűntudatban. Én már évek óta imádkoztam a zsoltárokat, mindig elmondtam ugyanazokat a mondatokat, mire egyszer a fejemből, a szívemben lejutott az a mondat, ostoba voltam és tudatlan, mint oktalan állat álltam előtted. Próbáld ki ezt őszintén, egy imában, alázatosan kimondani Jézusnak szívből, ostoba voltam és tudatlan, mint oktalan állat álltam előtted. Ez egy zsoltár ima, ez a Biblia egyik imája. Azt hiszem, hogy ez a vak a mai történetben, aki ott koldult, és már ki tudja mióta élte ezt a nyomorúságos életét, születése óta valószínűleg,
ő a szívében megtört lelkületű volt, alázatos, és rácsodálkozott arra, hogy itt jön Jézus, akiről azt hallotta, hogy csodákat tesz, akiről azt hallotta, hogy könnyületes és irgalmas, akiről azt hallotta, hogy magértő a tudatlanok és tévelgők iránt. Ez a vak tudta magáról, hogy ő egy tévelgő, hogy ő egy tudatlan. Akinek van valami fizikai teher az életében, testi fogyatékosság, vagy nagy anyagi nyomorúság. Azt vettem észre, hogy ezek az emberek könnyebben beismerik Isten előtt a bűneiket. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon-nagyon sokkal több ember van a szegények között, akik alázatosak, de azt vettem észre, hogy a szívükben könnyebben beismerik. Akinek van egy testi fogyatékossága, van egy nagy testi baja, vagy anyagi nyomorúsága, az be tudja ismerni azt, hogy én tévelygő vagyok és tudatlan. Hát az életem is arról árulkodik. A törvénytudók, a farizeusok, a sikeres emberek, azok, akik föl tudnak venni egy szép ruhát vasárnap a misére eljönni, azokat könnyebben megkísérti ugye a másik véglet. Napokban Miskolcon jártam, és egy olyan iskolában voltam, egy gimnáziumban, ahova többségében szinte csak cigány gyerekek járnak, ez kifejezetten nekik van ez a speciális iskola, egy indiai nevű tudósról kapta az iskola a nevét, úgy hívják ezt a tudóst, hogy Dr. Amdéker, legmagasabb nyugati tudományos fokozatokat elérte a 20. század elején, közepén. Képzeljétek el, hogy ez a tudós Indiában abból a kasztból származott, Dalit, érinthetetlen, kaszton kívüli, tilos volt nekik iskolába járni. És ő volt a legelső olyan ember a 20. században, aki ebből a kasztból elérte a 10 osztályt. Utána pedig ment tovább, és egy hatalmas mozgalmat indított. Azt hiszem, hogy ott Miskolc környékén van egy hatalmas nyomortelep, Jukó völgynek hívják, utána olvashattok az interneten, vagy hallottátok a tévében. Magyarország legnagyobb nyomortelepen 4000-en élnek ott egy városon kívül, ilyen dimbes, dombos vidéken, nincs víz, nincs áram. Kimenekültek a városból, kiüldözték őket, mert egy nagy sportcsarnokot építettek, és annak a helyén éltek ott. És tulajdonképpen létrejött Miskolc körül egy ilyen nyomornegyed. Volt erről szó már tévében mindenfelé. És annyira szegények ott az emberek, hogy tulajdonképpen nincs meg az a lehetőségük se, hogy tanuljanak. Mondták nekem az iskola tanárai és az igazgató, hogy a magyar társadalomban van egy olyan rendszer, hogy 16 éves korig van a tankötelezettség, és utána 16 éves kortól rögtön kaphatnak munkanélküli segélyt, vagyis van egy olyan sugallat, hogy ne tanulj, legyél közmunkás, legyél olyan, aki a munkahelyi központba járogat. És ez az iskola azt a cél tűzte ki, hogy értelmiségi embereket neveljen a szegény cigányokból, de az igazgató elmondta nekünk őszintén azt, hogy tulajdonképpen már ez se sikerül nekik, mert a legszegényebbek ebbe az iskolába se jutnak be. Pedig eredetileg ez volt a céljuk. Szóval valahogy az az érdekes, hogy a legszegényebbek egy idő után
Már semmilyen emberi segítségre nem számíthatnak, csak Isten irgalmára. És pontosan ők azok, akik a legkedvesebbek Istennek. Milyen jó lenne egy olyan egyház, ahol a hívők, ahol a templomba járók ösztönösen missziós lelkületűek lennének, ösztönösen irgalmas lelkületűek lennének, ösztönösen alapból bűnbánó, alázatos lelkületűek lennének, akik kimannak a legelesettebbekhez, és köztük hirdetik az örömhírt. De nem ilyen az egyház, nem ilyenek a keresztények, nem ez a hír járja az országot a keresztényekről. Egyrészt azért is, mert egyre kevesebben vannak a keresztények. Másrészt meg azért, hogy ez a kevés keresztény se ilyen. Ezért fogynak el. De mondjuk Indiában, ahol Kalkuttai Terézanya elkezdte a szeretett misszionáriusainak a munkáját, ugye a 40-es, 50-es években, ott ugye Kalkuttai Terézanya kinyújtotta a kezét ténylegesen a legszegényebbek felé. Ez is a fogadalma a szeretett misszionáriusainak, hogy ők a legszegényebbeket akarják szolgálni. És érdekes módon a szeretett misszionáriusainak a rendje növekszik a legnagyobb mértékben. Több tízezren vannak már világszerte, akik fogadalommal kötelezik magukat, és belépnek a szerzetes rend különböző fokú ágába, vagy teljesen elköteleződnek, mint szerzetes nővér, vagy valamilyen módon a rend szellemiségében szolgálják a szegényeket, elesetteket. Tudjátok, az előző plébániai szolgálati helyen, Sást környékén Magyarország 10 legszegényebb térségének az egyike volt. Most is az csak számomra volt, mert már nem ott vagyok. Ez a hegyháti térség, és mikrotérség, ugye Kisvaszar, Tékes, Ág, Gerényes, döbbenetes állapotok vannak ott egy-egy házban, amit úgy meglátogattunk, fölkerestünk, próbáltunk elkezdeni ilyen kis missziót, cigányok között, szegények között, biblia missziót. De ez a vidék, ahol most itt vagyok, itt Nagydörök környéke, persze nem tudom azt mondani, hogy ez most 100%-ig így van, amit mondok, mert biztos, hogy itt is van nagyon sok szegény, de alapvetően azt látom, hogy ez egy gazdagabb vidék. Itt van közel Szekszár, Paks, Székesfehérvár. Ugye a templomokon is látszik azért ez, maga a plébániánknak a költségvetésén, maga vasárnapi persejpénz mennyiségen, döbbenten látom, hogy az előző szolgálati helyenhez képest itt milyen arányok vannak, mennyivel sokkal több van. De ugyanakkor itt is ugyanaz a jelenség van, ami az előző szolgálati helyen van, hogy a szegények, az egyszerű emberek nincsenek ott a templomban. Miért nincsenek ott? Miért nem találnak az egyházban otthonra a legszegényebbek? Bűnbánatot kell tartanunk, kedves testvérek. Mi, akik most itt vagyunk. Nekünk, akiknek magadatik az, hogy szép ruhában legyünk itt. Magadatik az, hogy itt imádkozzunk. Ez nagy kegyelem. Adjunk érte hálát. Nem azért mondom ezt el, hogy elüldözzelek innen mátok. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok. De nem természetes az, hogy mi itt vagyunk. Ez is ajándék. Ez is az Isten kegyelme. És ha már magadatik nekünk, hogy halljuk Jézus igazságait, Jézus öröm híreit, akkor nekünk nagyobb a felelősségünk a saját életünkre nézve is, de még inkább a mások felé való szolgálatban. Ezen a plébánián én nem örököltem, úgy tűnik, legalábbis az elmúlt 2-3 hónapból, vagy nem nyitottam ki eléggé a szememet, Caritas csoport tevékenységet.
Tehát például nagyon érdekes volt számomra, az előző plébániámon volt olyan, hogy röggel 7:30-tól 7:30-ig, egy óra hosszat, már 4 koldus csöngetett a plébániámon. Itt 3 hónap alatt, most ezen a héten egy pár nappal ezelőtt érkezett meg az első koldus. Nagy dorogon, aki becsöngetett és kért egy kis segítséget. Tehát úgy tűnik, hogy ténylegesen ez egy gazdagabb vidék, mert nem csöngetnek be hozzám annyian a plébániára. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennének itt is ezekben a falvakban nagyon szegény, nagyon rászoruló, nagyon elesett emberek. Vannak, csak magkal őket keresni. Tudjátok, az az érdekes, hogy a legszegényebbeknek már hangjuk sincsen, már némák. Melyik párt szervezett arra nagy politikai programot, hogy az a 4000 fős nyomornegyedet fölemelje és igazán melléjük álljon szívből, úgy, mint egy modern 21. századi Mahatma Gandhi vagy Terézanya? Én nem nagyon tudok róla, lehet, hogy volt egy-két aktivista, de igazából nem is a pártoktól kell nekünk ezt várni, meg nem is az államtól. Persze jó lenne, hogyha az igazságosságot maga az állam gyakorolná, de az igazságosságot, az irgalmasságot csak azok tudják igazán gyakorolni, akik ismerik Jézus szívét közelről. Drága Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy indíts el a magyar katolikus egyházban és a magyar keresztények között egy hatalmas irgalom mozgalmat. És köszönöm neked, Uram, hogy láthatunk erre jó jeleket és példákat. Köszönöm neked, Uram, Varga Laci kaposvári püspökatyát, akiből annyira árad az irgalom, és akinek ez a jelmondata is. És köszönöm neked, Uram, Bőjte Csaba testvért. És köszönöm neked, Uram, a Magyar Katolikus Karitást. De kérlek, Uram, hogy még jobban járd át ezt a Magyar Katolikus Egyházat, és minden magyar keresztény felekezetet, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Kérünk, Urunk, hogy járj át minket az irgalom lelkületével. Járj át minket az imádság lelkületével. Hogy az imádságnak és az irgalmas szeretetnek egy megújuló, egyre erősebb mozgalma induljon el. És Uram, én magádom azt a miskolci hatalmas nyomortelepet most. Uram, most jelenleg csak imádkozni tudok érte, de kérlek, hogy küldj oda misszionáriusokat. Küldj oda olyan testvéreket, akik kinyitják a szívüket. És kérlek, Uram, add, hogy itt a mi falvainkban is kinyíljon a szívünk, a kezünk, a látásunk a szenvedők felé. Kérlek, Uram, add, hogy ne olyanok legyünk, akik elnémítják a kiáltó szegényeket, hanem olyanok legyünk, akik segítenek, mint ahogyan azt mondták ott az emberek, egy idő után már azt mondták a vaknak, hogy gyere, bátorság, Jézus téged hív. Kérünk téged, drága Jézus, hogy változtasd meg a szívünket, hogy ne elnémítsuk a szegények, elesettek és szenvedők hangját, hanem kihangosítsuk az ő hangjukat, hogy a szívünk olyan tudjon lenni, Uram, mint egy mikrofon hangfalakkal bekötve hozzád a mennyországba. Uram Jézus Krisztus, megengedjük neked, hogy megtörd a mi képmutató gőgös lelkületünket. Beismerjük előtted, hogy tudatlanok és tévelygők vagyunk nélküled, de hisszük, hogy te magértő és irgalmas akarsz lenni mindenki iránt. Te csak a kevélyeket és a gőgösöket utasítod el, és csak velük szembe vagy ellenálló. Köszönjük, Jézus, hogy irgalmas vagy és szeretsz minket. Szeretnénk, Urunk, fölmagasztalni a te irgalmadat, imádsággal is, és a testvéreink iránti irgalmas szeretettel is. Amen. Valljuk meg hitünket.
Hiszek egy Istenben,